Világszerte a koronavírus delta variánsának terjedésétől tartanak. Ez a mutáns indított el újabb járványhullámot Oroszországban, de Franciaországban is. Minden tizedik új fertőzött már ezt kapta el. Indiában közben már a delta plusz miatt aggódnak, amely a jelek szerint még könnyebben terjed, mint az eddigi változatok. Minden eddiginél többen haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt az orosz fővárosban. A moszkvaiak mégsem hívei az oltásnak. Nem az oltással kellene kezdeni, hanem azzal, hogy az emberek ne utazzanak külföldre, mert akkor nem is fertőződnek meg, mondta ez az egészségügyi alkalmazott. A moszkvai polgármester bejelentette, hogy az új esetek 90%-át már a rendkívül fertőző delta variáns okozza. Franciaország az egyre súlyosabb orosz járványhelyzet miatt utazási tilalmat rendelt el Oroszországba. A francia hatóságok szerint ott is egyre inkább terjed a delta variáns. Franciaországban jelenleg ez a variáns a fertőzések mintegy 10%-át adja, hasonlóan az Egyesült Államokhoz és Németországhoz, mondta a francia elnöki szóvivő. Indiában közben már a Delta Plus variáns miatt aggódnak, amely úgy tűnik, hogy még könnyebben terjed, mint a többi változat. Utasítottam az összes beosztottamat arra, hogy szorosan kövessék figyelemmel a Delta Plus variáns terjedését, mondta Maharashtra állam egészségügyi minisztere, ahol a variánst először megtalálták. A Delta Plus a szakemberek szerint az elsőként Indiában azonosított Delta nevű koronavírus törzs mutációja, és már 40 beteg szervezetében kimutatták. A világ egyik leginkább átoltott országában, Izraelben is tartanak a Delta variánstól, ezért a hatóságok oltakozásra buzdítják a fiatalokat. Kérünk minden 12 évesnél idősebb gyereket, illetve fiatalt, hogy mi hamarabb oltassa be magát, mondta az izraeli kormányfő. Az Egyesült Államokban is a fiatalokat féltik, a 40 év fölöttiek 75%-a ugyanis már megkapta a koronavírus elleni vakcinát. A delta variáns jelenleg a legnagyobb veszélyt jelenti a járvány megszüntetésére irányuló erőfeszítéseinkre. A jó hír az, hogy a vakcináink hatékonyak ellene, hát használjuk is, mondta a Fehérház járványügyi tanácsadója. A WHO arra figyelmeztetett, hogy világszerte egyre inkább ez a domináns variáns.